Vendégpontokkal kezdődött a mérkőzés, a negyedik perc közepén 4-8-at mutatott az eredményjelző. Egy vendégtripla után a hatodik percben 8-14-nél időt kért Csirke Ferenc. Pajor triplája talált utat a Honvéd gyűrűjébe, de rögtön érkezett rá a válasz. Az utolsó percekben sem sikerült feljebb zárkózni, Eilingsfeld büntetőjével ért véget az első negyed. Green majd Kovács Ákos talált be közelről, 20-23-ra alakítva az állást, de 9 ponttal elhúzott a piros-fehér csapat. Kovács Ákos büntetőjével és közeliével, valamint Eilingsfeld kettesével 26-31-re zárkózott egy perc alatt a Paksi Társaság. A folytatásban is futott az eredmény után az Atom. Frank büntetői zárták az első félidőt. A Honvéd nem hagyta magát leszakítani, mindig volt válaszuk a Paksi kosarakra. Kovács Ákos triplájára még érkezett válasz, de Eilingsfeld közeliére nem. Hazai vezetéssel ért véget a harmadik negyed. Rögtön az első támadásból visszavette a vezetést a Honvéd. Eilingsfeld büntetői és Kovács triplája után 60-58-at mutatott az eredményjelző, de egy távoli találattal ismét a vendégeknél volt az előny. Kovács Ákos középtávolija után ismét biztosnak tűnt az előny, 73-71-re zárkózott a Honvéd. Atkinson biztos kézzel értékesítette büntetőit, az utolsó másodperces vendégtripla kimaradt, nehezen, de behúzták a mérkőzést a piroskékek. A végeredmény atomerőmű ese Budapest Honvéd 75-71. Azt mondtam az öltözőben a fiúknak, hogy két dolog van ilyenkor, hogy vagy elhisszük, hogy megvan a mérkőzés, és nem olyan mentalitással játszunk, vagy ennyit tudunk. Na most az a baj, hogy saját maguk ellen dolgoznak, mert múlt héten már bebizonyították, hogy nem csak ennyit tudunk. Úgyhogy ezen mindenképp át kell beszélni ezeket a dolgokat. Úgy gondolom, hogy védekezésünk nagyon puha volt. Sok támadólapattanót is engedtünk nekik, de eleve a 2-2 szituációkban nem tudtuk megtalálni a jó megoldásokat rendre. Vagy közelről volt üres helyzetük, vagy ki tudták osztani és üres hármas dobni. Hát egy pozitívumban, hogy sikerült végén a győzelmet megszerezni. Azt hiszem, hogy az mindenki tudja, hogy ez kevés lesz a többi csapat ellen, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, és sokkal jobb teljesítmény nyújtani. Ismét megmutattuk a karakterünket, ismét azt tettük ki a pályára, amit szeretnénk látni, és azt gondolom, hogy büszkén és emelt fővel hagyhatjuk el a sportcsarnokot. A szakmai oldalról nézve én azt gondolom, hogy amit a statisztika is mutat, 25,5 percen keresztül nálunk volt az előny. Én őszintén azt gondolom, hogy körülbelül a 35. percig kontrolláltuk a mérkőzést.